Gyűlik a tüzelő a házak udvarán, hiszen már javában zajlik a fűtés szezon. Vannak azonban olyan családok, akik önerőből nem tudják megoldani, hogy közel fél éven keresztül fűtsenek. A belügyminisztérium éppen ezért idén is meghirdette a szociális tűzifa programot, melynek során 5 milliárd forintot oszt szét azon települési önkormányzatok között, ahol a lakosság szám nem éri el az 5000 főt. FAD idén 320 köbméter fát vásárolhat a hozzájárulásból mint minden évben, ebben az évben is a képviselőtestület megpályázta a tűzifa támogatást. 6 millió 200 ezer forint összeget kapott az önkormányzat. A tervek szerint Faddon két héten belül elkezdik kiszállítani a jelentkező rászorulóknak a tűzifát. Szákána a kezdetektől 2011 óta élnek ezzel a pályázati lehetőséggel, idén 36 köbméter tüzelőt osztanak szét 20-30 család között a december első testületülésen e, születik ebből döntés, hogy ki mennyit kap, és szeretnénk karácsony előtt kiszállítani. A szerződést megkötöttük, úgyhogy az erdészet e, től fogjuk szállítani, hogy a kiszállítás az önkormányzati feladat, azt hiszem, hogy meg fogjuk oldani, és bizon benne, hogy karácsony előtt mindenki megkapja a tüzifát. Pál János azt mondja, nem jut sok, de van akinek az egy másfél köbméter fa is nagy segítség. A tárolás és a kiszállítás költsége a helyi önkormányzatokat terheli, de a település vezetők azt mondják, megéri, hiszen jó célt szolgálnak. A Sijolgárdi önkormányzathoz október végéig lehet bevinni a tűzifakérelmeket. kérelmeket. Gerő Attila polgármester azt mondja, igyekeznek minden igényt teljesíteni. Ők 84 köbméter fekete diót kapnak idén, amit 30 család között fognak szétosztani. Minden családnak szerintem segítség az ez a pár köbméter fa. Én azt mondom, amikor majd megjön a tényleg a nagyon hideg, és akkor a meleg ránéznek, akkor eszükbe fog jutni az, hogy ezt a támogatást a kormánytól és az önkormányzattól kapták. A támogatásból vásárolt tüzelőanyagot az önkormányzatoknak legkésőbb 2022. február 15-éig kell szétosztaniuk.